A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, tisztelettel köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Rendhagyó módon három rangos esemény tudósítását követhetik figyelemmel a következő 25 percben. Elsőként beszámolunk az országos mézes reggeli fehérvári történéseiről, majd ellátogatunk egy eredeti olasz pizzázó megnyitójára, végül pedig következik a hagyományos mártonnapi ünnepségről szóló beszámolónk. Tartsanak velünk! Székesfehérváron volt a Mézes reggeli akció országos központja. A kampány 2007-ben Szlovéniából indult, és az a célja, hogy népszerűsítse a mézfogyasztást és a valódi mézek forgalmazását. Az Európai Mézes reggeli központ nyitó eseményének a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. Az iskola diákjainak szívet melengető műsorát követően Cser Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte: megtisztelő, hogy az országos rendezvénynek ismét Székesfehérvár a helyszíne, hiszen a Kodály, a művészeti és zenei oktatás fellegvára az iskola hosszú évtizedes múltra tekint vissza, és egy különleges értékét adja a város kulturális életének. A művészet, a zene jobbá teszi életünket, de a lelki mellett a testi egészség megőrzésére is figyelmet kell fordítani. Erre a mai nap kiváló példa, hiszen a jó minőségű méz fogyasztásával mindenki nyer. Nagyon megtisztelő mindig, amikor egy országos programnak valamilyen módon ez a város adhat helyet és otthont, különösen akkor, hogyha egy ilyen témakörben. És vendégeinknek mondom, hogy egy nagyon különleges iskolába érkeztek, mert ez az iskola különleges azért is, mert nagyon sok fejlesztés éppen nem olyan régen fejeződött be, és önmagában az összefogás üzenetét rögzíti, hiszen ebben volt kormányzati forrás, Európai Uniós forrás és városi forrás tankerületen keresztül egyaránt, tehát az összefogás szép üzenete is megjelenik ebbe az iskolába. De amitől különleges, hogy itt a művészeti és azon belül a zenei oktatás az hosszú évtizedes múltra tekint vissza, és egy különleges értékét adja a város kulturális életének. Itt a legkisebbektől a legnagyobbakig, hiszen itt nem csak általános iskola, hanem középiskola is működik, a zenével, a művészetekkel foglalkoznak zenei, énekzenei osztályon keresztül. Kiváló és fantasztikus eredményeket elérő kórusokról beszélünk, és ezek a kórusok, úgy tudom, hogy ma is kapunk majd ebből egy kis ízelítőt, viszik ennek a városnak a hírnevét. De ami miatt ezt a témát most idehozom, hogy valójában a művészet, a zene a lélekhez, a szívhez szól, azt megszólítja, és egy kicsit jobbá, mosolygossabbá tudja tenni az emberi életet és létet. És amikor a lélek szívről beszélünk, akkor az egészségről is beszélünk. És amikor a mai témánk a méz került terítékre, akkor megint csak az egészségről is beszélünk. Arról beszélünk, hogy a mai világban mennyire fontos a gasztronómia, mennyire fontos, hogy mit fogyasztunk, azt hogyan tesszük, és hogy az minőségi legyen. És ez a nap ennek az üzenete, és annak is az üzenete, hogy ez a kezdeményezés Szlovéniából indult még 2007-ből, és nagyon szép, hogy ehhez Magyarország is évről évre csatlakozik, és kiválasztásra kerül az országba egy iskola, ebben az esetben hála Istennek ez Székesfehérvár és a Kodály, ahol népszerűsíteni tudjuk ezt a gyermekek és a fiatalok tekintetében. Külön köszöntöm, és nagyra értékeljük, hogy a méz lovagrendek itt vannak velünk Székesfehérváron, és hogy termelőként is megmutatják azt, hogy mi ez az érték létrehozás, mi ennek a folyamata, mi ez az értéklánc, és miért fontos az, hogy mi fogyasszuk a mézet, a jó minőségű mézet, mert azt hiszem, hogy ez csak mindenki nyerhet vele, leginkább mondjuk a gyermekek, hogy arra a kalácsra mégiscsak rákerül az a méz. Nagy István agrárminiszter beszédében annak a reményének adott hangot, hogy a mézes reggelivel 200 ezer magyar gyermek válik új mézfogyasztóvá. A tárcavezető kiemelte, a méhek csodálatos tevékenysége nem csupán a mézben jelenik meg, hanem a beporzásban is, ami nélkül nem lenne termés és nem lennének élelmiszerek. Szeretnék elárulni nektek néhány titkot. Az első így hangzik. Mézzel teljes az élet, és méhekkel teljes a világ.
Ma több mint 1000 iskolában több mint 200 000 gyermek tanulja meg ezt az igazságot. Nagyon hálás vagyok a magyar méztársadalomnak azért, hogy a mai napon ennyi gyerekhez viszik el a legteljesebb élelmiszerünket, a természet csodáját, magát a mézet. És hozzátok hasonlóan 200 000 gyermek kóstolja meg ma reggel a mézet, és nagyon reméljük, hogy lesz 200 000 új fogyasztója a magyar méznek. Második titok. Én is zenei általános iskolába jártam. És tudom, hogy micsoda pluszt jelent az, hogy megtanultok énekelni, hogy szeretitek a zenét. És ha van fontos dolog az életben, harmadik titokként elárulnátok azt is, hogy az pedig a harmónia. Mert amikor különböző szólamokban énekeltek, vagy játszottok hangszereken, és amikor az együtt megszólal, akkor az ott egy nagyon szép harmóniát ad. A méhek ugyanezt teszik a természetben. A méz, az a termék, amit fogyasztotok, az a legteljesebb harmónia. És föl kell hívni a figyelmet arra, hogy ugye milyen fülsértő, amikor valaki hamisan énekel. Félre fog egy hangot. És képzeljétek el, hogy a mézben is lehet ilyen. Csúnya bácsik, csúnya nénik csinálnak néha ilyet. Meg akarják hamisítani a legtökéletesebb élelmiszert. Ezért negyedik titokként szeretném fölhívni a figyelmeteket, ha igazi mézet szeretnétek vásárolni, mindig ilyen bácsikat keressetek, akik ott ülnek mögöttünk. Mindig méhész bácsikat keressetek. És mindig meséltessetek nekik arról, hogy hogyan is készül a méz. Meséltessétek őket arról, hogy mi is az ő foglalkozásuk. És amikor elmentek piacra vagy boltba, és a piacon látjátok a sok gyümölcsöt, mindig jusson eszedtek be, hogy azt mind a méhek beporzó tevékenységének köszönhetjük. És képzeljétek el, ha elmentek a boltba, ott minden hatodik élelmiszer megint csak a méhek munkájának köszönhető. És ha nincsenek méhek, akkor nincs élelmiszer, akkor nincs gyümölcs. Akkor a világ sokkal szegényebb lesz, sőt, el is pusztul. Ezért, amikor mézet fogyasztotok, nem csak megédesítitek az életeteket, hanem tesztek valami teremtett világunk minőségének megőrzéséért. Amikor azon gondolkodtok, hogy milyen jó cselekedetet csináljatok egy nap, már azzal is tesztek, ha egy mézes kenyeret elfogyasztotok. Vagy a teába mézet tesztek. És ezzel önmagatoknak is jót tesztek, és a környezeteteknek is jót tesztek. Mert ahhoz, hogy a méhek megmaradjanak, ezeknek a bácsiknak a munkájára és néniknek a munkájára szükség van. Mert Magyarországon az a 20 000 méhész, aki minden nap teszi a dolgát, az azon dolgozik, hogy teremtett világunk minőségét hogy őrizzük meg. Az azon dolgozik, hogy amilyen harmóniába ti énekeltek, ők azt a harmóniát megteremtsék a természetben. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy a mai nap nem szól másról, mint arról, hogy megismertessünk benneteket a méznek a csodájával, a természet csodájával, azzal, hogy hogyan tehetünk aktívan azért, hogy a világunk fönnmaradhasson a jövőbe is. Kedves nagykövet úr, szeretném megköszönni neked is, és Szlovéniának is, hogy eltanulhattuk tőletek ezt. Hiszen mindezt Szlovéniának köszönhetjük, ott találták ki először a mézes reggeli ügyét. Abból a tapasztalatból kiindulva, hogy minden, ami természetes nektek, minden, amit szeretni fogtok az életetekbe, az itt, ebben a korban dől el, gyerekként. És hogyha megismeritek, megszeretitek, akkor felnőtt korban is fogyasztani fogjátok. Ezért nagyon hálás vagyok, hiszen ez a tanúság, ez a magyar méhész társadalom számára is, és a magyar társadalom számára is egy végtelen fontos
dolog. Szeressétek, fogyasszátok a mézet, és kísérjétek figyelemmel a méheknek az életét. Hogyan lesz akár egy vegyes virágméz 150 féle virágból? Micsoda csodát rejt magában? Mennyiféle aminósav, mennyiféle eszencia minden, ami a természet csodájából abba összesűrűsödik? Ha meg akarjátok ismerni ezt a csodát, fogyasszátok minden nap ezt a mézet. A Szlovén Köztársaság nagykövete Márián Csencsen szólt arról, hogy a méhészkedés Szlovéniában és Magyarországon is nagyon nagy múlttal rendelkezik, ezért is indították el 2007-ben a mézfogyasztást ösztönző mézes reggeli programot. A köszöntőket követően Nagy István elmondta, 2023-ban Magyarországon összesen 20 000 méhész foglalkozik méztermeléssel, a méhcsaládok száma 1,2 millió. A méhsűrűség hazánkban a legmagasabb, 13 méhcsaládra tehető négyzetkilométerenként, ezért is fontos, hogy Magyarország kiálljon a mézhamisítás ellen. Fantasztikus érzés azt látni, hogy ma 1000 iskolában több mint 200 000 gyermek kóstolhatja meg azt a csodát, amit mi a természet legnagyobb csodájának tartunk, magát a mézet. Nagyon hálás vagyok a magyar méztársadalomnak, hogy önkéntes felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyermek számára meg tudjuk mutatni a méhek tevékenységének eredményét, rá tudjuk irányítani a gyerekek figyelmét arra, hogy a méheknek milyen élete van, mi a következménye az ő munkájuknak, és hogy hogyan járul hozzá a teremtett világunk minőségének megőrzéséhez. Hiszen Magyarországon az a 20 000 méhész, aki több mint 1,2 millió méh családot gondoz, az minden hatodik élelmiszer megteremtéséhez hozzájárul. Hiszen a méhek beporzó munkája ezt segíti elő. És hogyha akarunk tenni valamit aktívan a teremtett világunk minőségért, akkor azt kell mondjam, hogy azzal támogatjuk ezt, ha veszünk egy üveg mézet és elfogyasztjuk. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt időszakban a 0,4 kg-ról sikerült 1 kg-ra fölemelnünk az egy főre eső mézfogyasztást. És az a célunk, hogy ezt meg tudjuk duplázni, és akkor minden értékesítési probléma, az exportpiacok zavara, minden meg tudjon szűnni. Az ilyen napok is, mint ez a mézes reggeli, az segíti, hogy a gyerekek megtanulják, megismerik, hogy mi is az a méz, hogy mennyire nagy csoda maga a méz, és hogy mint a legteljesebb élelmiszer, hogyan járul hozzá az ő életük egészségéhez. Ennek tükrében szeretném megkérdezni öntől, hogy mi a helyzet azzal a petícióval, amit von der Leyen asszonynak küldtek, hiszen azt az ön vezetésével fogalmazták meg, és természetesen Brosz Péter is aláírta a többiekkel együtt, az Agrárkamara, illetve a Gazdakörök Országos Szövetségének elnökével együtt. Igen, Magyarország számára rendkívül fontos, hogy eredeti mézet tudjanak fogyasztani az emberek. És kérjük az Európai Bizottságot arra, hogy tegye lehetővé, hogy az emberek tudják eldönteni, hogy mű mézet akarnak vásárolni, hamis mézet akarnak vásárolni, vagy eredeti, igazi, minőségi mézet tudnak vásárolni. A magyar méhészek kiváló mézet termelnek. Az a célunk, hogy ez a kiváló méz a lehető legtöbb emberhez eljusson. Ugyanakkor azzal kell szembesülnünk, hogy Európába, Ázsiából ipari körülmények között előállított műméz érkezik, ezt töltik az üvegbe, ehhez kevernek hozzá természetes mézet, és így próbálják ezt értékesíteni. Ez persze egy olcsó méznek látszó tárgy. A mi érdekünk az az, hogy a vásárló, amikor megnézi a címkét egy mézes üvegen, akkor arról korrekt információt kaphasson. Ne csak azt kaphassa, hogy Európai Unión belülről és kívülről származik az a méz, hanem tételesen a méz, az üvegben szereplő méz mennyiség arányába föl legyen tüntetve, milyen országokból származnak ezek a mézek. Erre egyelőre az Európai Unió nem fogékony, de Magyarországon miniszteri rendeletnek köszönhetően mi ezt bevezetjük, és szigorúan számon is tartjuk. Brosz Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke megerősítette, hogy a méhészek és a fogyasztók védelme érdekében Magyarország határozottan szorgalmazza, hogy az Európai Unióban szigorítsák a mézkeverékek származásának megjelölését. Magyarország méhészeti nagyhatalom, megtermelt mézünk kétharmadát exportáljuk. Ez az exportpiac viszont, a világpiac bedugult, Kína és Ukrajna, ez a
két ország uralja, ezzel a két országgal egy ország sem tud versenyezni. Ezért nagyon fontos, hogy minden méz a világon próbálja eladni ott a mézét, ahol megtermelte. Mi magyarok mindössze 1 kg mézet eszünk fejenként, és az ilyen projektek is, mint a mézes reggeli, ezért fontos, hogy megismertessük a mézet a hazai lakossággal, és a mézes reggeli kiemelten azért fontos, mert itt csak a gyerekek a célközönség. Tudni kell, hogy ezen a napon az ország számos részén több mint 1000 tanintézményben több mint 200 000 gyermeket reggeliztetnek meg a méhészek. Itt Székesfehérváron most a sajtó nyilvános kiemelt eseményen vagyunk. Mi méhészek azt szoktuk mondani, hogy amit a ma gyermeke gondol szakmánkról, a méhről, a mézről, az lesz az ágazat jövője. Nagyon fontos, hogy most gyerekkorban a gyerekeket megismertessük a mézzel, a mindennapi mézfogyasztás fontosságával. Pontos kérdés, ön is aláírta azt a petíciót, amit von Leyen asszonynak küldtek a miniszter úrral az élen. Ez pontosan így van, nagyon egyszerű az ok, nem csak azért, mert bajba vagyunk, hanem egyszerűen józan paraszt ésszel gondolkodva is. A biztos asszony nemrég nyilatkozta, hogy a Kínából érkező villanyautók micsoda problémát okoznak a villanyautók piacán, hiszen dotálva van minden egyes villanyautó a kínai kormány által. A mezőgazdasági termékek közül mi a mézhez értünk, hiszen méhészek vagyunk, ugyanezt történik már 20 éve. Sokkal alacsonyabb áron érkezik ide Európába a kínai méz, mint amennyire a kínai méhészektől megveszik. Ezt tudjuk bizonyítani. Biztos asszony viszont a mezőgazdasággal valamiért nem akar foglalkozni. Ez a petíció erre hívja fel többek közt a figyelmét is. A mezőgazdaság mi szerintünk nem, hogy van olyan fontos, mint az ipar, sokkal fontosabb, hiszen az élelmiszerbiztonságról is szól, illetve csak ha méhészeket nézem, közel 600 000 méhészkednek az Európai Unióban, az ő jövőjük is a bizottság kezében van. Nyerges József méhészeti szaktanácsadó úgy fogalmazott, fontos, hogy a hazánkban is elsődleges feladat a mézfogyasztás népszerűsítés. Mindenképp szüksége van most a magyar méznek a népszerűsítése, hisz az utóbbi években most éljük meg a legnehezebb pillanatokat, éveket a méhészetben, és az, hogyha a magyar mézfogyasztók nagyobb mennyiségben fogyasztanak magyar mézet, termelői magyar mézet, akkor a méhészeknek megoldódna a mostani igen súlyos problémái. Ebben a mézes reggeli mennyit segít? Tudni kell, hogy nagyon sok gyermek nem kóstol kiskorában mézet. Ezzel a mézes reggeli programmal 2014 óta megpróbáljuk elérni az iskolákban és az óvodákban a gyermekeket. Ha ilyenkor egy pozitív élmény van a mézfogyasztással kapcsolatban, mint reméljük a mai nap is ilyen lesz, akkor későbbiekben könnyebben válnak fogyasztóvá, és könnyebben válnak mézfogyasztóvá, és könnyebben a magyar termelői mézet vásárolják. A program elsődleges célja az volt, hogy az egészséges táplálkozás jegyében népszerűsítse a mézfogyasztás jótékony hatásait, megismertesse a gyerekekkel a méhészet jelentőségét és a méhek nélkül összetetlen szerepét az élet fenntartásában. Országszerte közel 1000 helyszínen több mint 200 000 diák fogyasztotta el a mézes reggelit. A szabadságharcos úton található krém mostantól nem csak édességekkel várja a székesfehérváriakat. A krém cukrászda épülete mellett péntek este nyílt meg a krémpizzéria, ahol saját házi tésztából készítik a különleges nápolyi és római pizzákat. Az olasz gasztronómia világszerte ismert és elismert étke a pizza, legyen az délen a nápolyi, legyen az örökvárosban, Rómában, vagy északon Milánóban, vagy Firenzében csábító kulináris élvezetet nyújt. Pénteken este egy eddig is ismert és méltán elismert helyi vállalkozás új kezdeményezése valósult meg, megnyílt a Krém Pizzéria. Az esemény rangját emelte, hogy a megnyitón ott volt, és a város képviseletében köszönetét fejezte ki Cser Palkovics András polgármester. Igen, szeretem a pizzát, bár paradicsomot nem fogyaszthatok, úgyhogy ilyen a pizza is speciális alátét rendelkezik, hogy ilyen rondán fogalmazzak, de nagyon szeretem a pizzatésztát, és hát az olasz pizzát meg szerintem mindenki nagyon szereti, és örülök annak, hogy most egy új helyjel, jó kis szolgáltatással gazdagszik a város, és azért lehetünk biztosak, hogy ez egy jó hely, hiszen a krém cukrászda és kávézó az most már több helyen a városban is, és a városban és a Velencei tó partján egyaránt bizonyított, az édességek frontján egészen biztos, és nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy itt kinn a strand az úszoda mellett úgy döntöttek, hogy egy üzlethelyiséget kialakítanak és egy pizzériát nyitnak.
fontosak ezek a szolgáltatások a városban, fontosak, hogy az emberek össze tudjanak jönni, hogy jó minőség gasztronómiai élményt kapjanak, közben jót beszélgessenek, családok, baráti társaságok egyaránt, úgyhogy én azt kívánom, hogy teljen meg a hely értékkel és emberrel és jó hangulattal, jó kedvel, mosollyal egyaránt, akkor mindenki így a város is csak jól járhat. Pármai Zsolt tulajdonos hangsúlyozta, számukra alapvetés volt, hogy munkatársai Kovács Roland és testvére Itáliában, a pizzakészítés egyik fellegvárában, Nápolyban sajátítsák el a mesterfogásokat. A legnagyobb hangsúlyt így a különleges, házi tésztából készült nápolyi és római pizzák kapják, de olasz édességekkel is találkozhatnak a vendégek. Szerencsékre egy évvel ezelőtt az üzlet megüresedett, és egy évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy pizzériát nyitunk itt. Úgy gondoltuk, hogy a pizza az nem csak Olaszországban a legdivatosabb, hanem az egész világon. És a két fiú, akik most a konyhán vannak, két unoköcsém el is ment Nápolyba egy hónapra megtanulni a pizzakészítés titkait. Nem csak nápolyi pizzát fogunk dolgozni, hanem római pizzával, a római pizzán pedig a taglio szeletelt típusúval. Ennek az a különlegessége, hogy ezt, hogyha hazaviszi, vagy kiszállítjuk, akkor rá is lehet melegíteni otthon, és akkor is olyan, mintha akkor jött volna ki a kemencéből nálunk. Kovács Zsoltné, a Városrész önkormányzati képviselő üdvözölte a pizzéria megnyitását. Ahogy a képviselőasszony fogalmazott, a cég már bizonyított a cukrászdák tekintetében, így a vásárlók bizalommal fordulhatnak a pizzéria felé is. Imádom a pizzát, sajnos, ugye, mert azt tudjuk, hogy egy kicsit hízlaló, de hát azért az nem baj egyáltalán. Viszont én, mint képviselő, nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen vállalkozást tudunk egy picit támogatni, mert ez a vállalkozás megérdemli, hogy a város is egy kicsit mellette álljon. Mármint a krémcukrászdát is a tulajdonosok üzemeltetik, és itt már tudjuk azt, hogy egy olyan minőséget, olyan garanciát nyújtanak a vásárlóknak, hogy itt már garantált a pizzánál is. És nem utolsó sorban annak örülök nagyon, hogy nem Budapestre viszik egy ilyen jó minőségű vállalkozást, hanem marad a városunkban. Én nagyon szeretem a pizzát. Én szeretem a finom tésztákat, és szeretem a minőségi feltéteket. És mindenkit meg is nyugtathatok, hogy nem szabad mindig mindent megvonni magunktól, mindig mindenre azt mondani, hogy ez hízlal, ez káros, ez egészségtelen. Hiszen ha megnézzük a déli népeket, ők rengeteg tésztát, pizzát esznek, minőségi feltéttel, sajttal, zöldségekkel, úgyhogy ezzel semmi probléma nincsen, fogyasszuk nyugodtan. Rahel Hauk találó mondása, miszerint az élet nem mindig azt nyújtja, amit akarunk, de pizza az mindig lesz, immár városunkban is valóságot tükröz. Aki Márton napján ludaskását nem eszik, az egész évben éhezik, tartja a mondás. Fehérváron ettől nem kell tartania senkinek. A Fehérvári Polgárok Egyesülete a hagyományokhoz hűen idén is megrendezte Márton napi ünnepségét, és a vendégek megkóstolhatták a hagyományos étkeket is. Ebben az esztendőben is ünneppel köszöntötte Szent Márton napját a Fehérvári Polgárok Egyesülete. A találkozón Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében üdvözölte az Egyesület hagyományőrző tevékenységét. Örömmel készülök, meg olyan jó látni, hogy ennyien együtt vagyunk. Én a Fehérvári Polgárok Egyesületének a rendezvényeire tényleg hazajárok. Egyrészt egy nagyon összetartozó közösség, másik pedig, ami nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy a magányosodó, az elmagányosodó világunkban, és ez nem közszerűk, tényleg közösséget teremtenek. Jó látni, hogy évről évre mindig többen vannak az ő rendezvényeiken. És én például néphagyományt, mint a Mártonnapi, Szent Mártonnapi ludaskás és újborkóstolás, ezt felvállalják, és már idén 17. alkalommal a város lakosságának felkínálják. Palkovics Lajos, a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke köszöntőjét követően a tradícióknak megfelelően a Felsővárosi Általános Iskola diákjai idézték meg műsorukkal a Szentéletű Márton mindennapjait. 2006-ban volt az első, tehát 17 éve őrizzük ezt a hagyományt, ezt a kis rendezvényt nagy sikerrel. És hát műsorunk lesz, ahol fellépnek különböző növendékek, és egy atya elmeséli a Szent Mártonnak életét. Azon kívül a zeneiskolából jönnek át a gyerekek zenélni, és a rendezvény után pedig kis ludaskása kóstolás lesz, és újborkóstolás. Nagyon fontos, hogy ezt megerősíthetjük, hogy nagyon sokan vannak itt. Ilyenkor már a Polgárok Egyesület is várja ezt a napot?
Hogyne, persze, készülünk rá, azért ehhez elő kell készülni, és minden évben egy nagy eseményünk ez az egy, a többek között ez is, és hát nagyon örülünk, ha sokan vannak, és nagyon örülünk annak, hogy esik az eső pedig, és itt van sok ember, és kíváncsi rá, és a műsort pedig a gyerekek nagyon nagy szeretettel adják elő. A hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja ismerhette meg Tornyai Gábor öreghegyi plébános visszatekintésében Szent Márton életének egyházi vonatkozásait. Tornyai atya szót ejtett Szent Márton tudatos életéről, a hagyomány és a szokás közti különbségekről és összefonódásokról. Szent Mártonnak az alakja, mint történelmi alak is itt lehet előttünk. Igazából egy olyan minta, egy olyan példa, egy olyan embernek a mintája, aki komolyan vette azt, aki, és azt gondolom, hogy ha valami, ami most így átörökíthető lehet, akár a saját korunkra nézve is az ő alakjából, keresztény emberként az az értékrend, amit maga megélt és maga számára fontos volt, és az a ragaszkodás azokhoz az értékekhez, amiket ő fontosnak tartott. És azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, olyan korban élünk, amiben szükség van arra, hogy egyrészt felismerjük az értékeket, hogy mi az, ami meghatározza az életünket és fontos nekünk. Ezekhez ragaszkodjunk és törekedjünk, igyekezzünk ezeknek a továbbadására. És azt gondolom, hogy ez az ünnep egy alkalom, a fehérvári polgároknak az összejövetele, ami Szent Márton alakjához kötődik, talán ebben az irányban is egy iránymutató lehet azok számára, akik itt vannak, meg azok számára, akik feléjük közvetítik az értékeiket. Ha szeretnétek! Hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja természetesen idén is megkóstolhatta az ünnepi ludaskását, hiszen régről tudjuk, hogy aki Márton napján ludaskását nem eszik, az egész évben éhezik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.